Sziasztok, akkor a következő blog témája ez a háttérben látható rádiótonai lenne. Ez egy középhullámú adói szónok határában a Besenyszögi útnál. Ez jelenleg 1188 MHz-en az MR4 rádió nemzetiségi adásai sugározza 150 kW teljesítménnyel. Egyébként régebben a Magyar Katolikus Rádió adását 2004-től 2011-ig egy REM 150-es adóval innen sugározták. Hát ezt egy gyengébb minőségű váltotta föl. Az MR4 adását sugározzák jelenleg, és azon pedig nemzetközi műsorok mennek. Ez Budapesten Lakihegyről 20 kW-tal sugározzák, és Marcaliból meg 300 kW-tal egy hasonló adótoronnyal. Azon szemben az a kisebb, az pedig egy DVB-T átjátszó adó, az televíziós műsorokat közvetít. De mindjárt közelebb is megnézem ezt a rádióadást. Illetve a rádióadást, az nem, de a rádiótornyot, igen. Ezért ennyire tudtam megközelíteni magát a tornyot, hát nem semmi. Na, 150 kW-os adás, és igen, és középhullámú adó, és mellette ott a kisebb, az meg a DVB-T átjátszó. Nem semmi. Egy építmény. És mindjárt meg is nézzük, hoztam magammal a rádiót, hogy mennyire lehet fogni és hogyan. Akkor azt megnéztem, na, mondom a frekvencia.hu-n, hogy 1188, de hát hoztam egy Walkman-t először is, ez az első, amivel ki fogom próbálni. Ezzel tudom behangolni a többit, csak elő kell venni a fülhallgatót is. Aha, na látjátok, akkor egy kis vágás után, ez most a... Ezt szól most innen a szememben, mögöttem az adóból. Ahol az orvos megkérdezte, hogy mióta fáj a térdem. Aha, értek, és ez... Kicsit lehalkítom, hogy engem is halljatok, szóval itt az a lényeg, azt akartam nektek megmutatni, hogy... Tehát most már nagyjából megpróbálom oda tekerni, viszont itt olyan jó a térerő, hogy bárhova hangolom, mindenhol ez jön be, figyeljetek! Egy kicsit közelebb megyek, és akkor talán látjátok is a hangolóját. Ja, na, nézzük csak. Na, most eltekeltem teljesen ütközésig, 1600 kHz környékén van. Most van nagyjából ott. És még itt is fogja. De antennát is lenyomom, bár... Azt mondta valaki, a középhullámú... Na mindegy, ma az antenna csak az FM-et veszi, a középhullámot, másik antenna, hogy be van építve. És ez akarva tekerem. És itt már átveszi a hatalmat a Kossuth Rádió. Mai napig a lépcsőházban az a hír járja, hogy annyira rosszul főz. A Solti adó az 2000 kW-tal ad, az mégiscsak el tudja nyomni. De csak ez. Tehát eltekedem ütközésig. Gondolkodunk azon, hogy itt már átveszi hatalmat a Solti, mert az nagyon az elején van a sávnak. Az urat kérdezem, ön mit néz meg először egy nőn? Kosztoványi már nem. És itt már nem. De nagyon gyenge rádió. Meg a hangolója is elég szar, úgyhogy megnézzük a másikat. A Walkman-t azt most nem kapcsolom megint, mert az csak fülhallgatóval megy, azt meg úgyse halljátok. Aztán nézzük egy. Eltekeltem ütközésig. Ők ezt hogy szokták csinálni? Megjön az árus. És itt megint a Kossuth. A György. Itt viszont visszajön megint az adás. Ennek érzékenyebb a hangolója, mert ez nem egy 500 forintos kínai rádió, hanem ez egy minőséget. Minőséget, hogy elmondja el. De azért zavarja azért a Kossuthot is. Most a
Na, ez már a Kossuth. Sőt, már valami egyéb is bejön 600 kHz-nél. Ez nem is a Kossuth. Mert a Kossuth a rádió kabaré megy. Ez a Kossuth. És most átkapcsoltam FM-re. Az FM-et már nem tudja zavarni. Ez másik frekvencián megy. Hát akkor ez ennyi lett volna, mert csak egy ilyen kis gyors teszt volt innen az adótorony közeléből. De ez nem volt semmi azért a középhullámon, mert nem teljesen azért látszik, hogy 150 kW-tal tolja itt az adást. Soltjánál ugyanezt megcsináltam, csak a Kossuth rádiót lehetett befogni, még az FM-en is. Sőt, ott, ha kivettem a rádióból az elemet, akkor is szólt a gyengébb minőségű. Na ezt még megpróbálom, de csak akkor veszem föl, ha tényleg így van, most már másfélet nem kapcsolom vissza a kamerát, mert spórolni kell a tárhelyen.